Közönség találkozót rendeztek a Vörösmarty Színház kávézójában a nagy sikerű Kőszívű ember fiai előadását követően. A találkozón a darabban szereplő művészek mellett Szikora János is megjelent, és a hangulatos diskurzusban mondták el, milyen gondolatokkal fogtak neki a kulcsmű színpadra állításának. Érdekes, hogy Jókai egy epilógust írt a regényéhez. Nem túl hosszú, körülbelül egy fél oldal. És ebben az epilógusban a jövőről beszél. Mintegy a jövőnek ajánlja ezt a múltbeli történetet. Mert akkor már múlt, hiszen 20 évvel a forradalom leverése után írta ezt a művet. Az elkötelezett reformer és lelkes forradalmár Baradlai Ödön szerepében Imre Krisztián mutatta be, milyen gondolatokkal élte meg a klasszikus dráma kulcs pillanatait. Alapvetően én nagyon remélem, hogy segít majd a nézőknek megérteni ezt az egyébként eléggé bonyolult történetet. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül mindenki olvasta ezt, beleértve magamat is akkor, amikor ez kötelező volt, pont azért, mert nem egyszerű szöveg. És én bízom benne, hogy a mi adaptációnk ebben könnyítést fog tudni nyújtani. És tényleg hogy színház történeti pillanat, azt majd az idő igazolja, de nagyon remélem, hogy így van. Baradlai Richárd bőrébe Kovács Tamás bújt számára az egyik főhős, az egyenes, egy becsületes ember valóságos mintája, aki elutasítva a bécsi udvar megkeresését a magyar szabadság víziója mellé állt. Az az igazság, hogy nagyon nagy félelmem volt, amikor elolvastuk a szövegkönyvet, hogy vajon ebből mi fog kisülni, ugyanis színészként szerintem az a legnagyobb kihívás, hogy mögé kell tudni állni ezeknek a hatalmas a gondolatoknak és érzelmeknek, és ezeket a súlyos-súlyos nagy-nagy mondatokat úgy elmondani, hogy ez érvényes legyen. A szép lelkű, aranyszívű, ugyanakkor könnyen befolyásolható Jenő, aki aztán a történések pozitív hőseként áldozza fel magát, Ionescu Raúl alakításában, bizonyosan egyik csúcspontja a darabnak. Egyrészt azt hiszem, hogy én próbálok csak méltónak lenni ehhez a gyönyörű anyaghoz, a Jókai textushoz, meg most nem tudok a fölött sem elmenni, és nem is akarok, hogy a Tordi, aki a Várkonyi filmében játszott ezt a figurát csodálatosan, és most hunyt el, és valahogy nem akarok patetikusan fogalmazni, de olyan ez kicsit szerintem ez mint egy ilyen örökség. A nagy sikerű közönség találkozó újra megerősítette a színházbarátok számára, hogy valóságos élményt nyújt egy ilyen közönség találkozó, ha közvetlenül a színművészektől tájékozódhatnak egy-egy darab megszületésének körülményeiről, illetve kulisszatitkairól.